Igen, köszöntelek szeretettel a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság és Nagy Károly Magángyűjtő Mentsük, ami menthető című kiállításán vagyunk. Ez szeptember 21-éig látogatható az Újpesti Ifjúsági Központban, és hát nem tudom, hogy mennyire látható mögöttem, de igen nagy az érdeklődés a megnyitó iránt, és hát egyfajta ilyen oral history show-ba torkolt a megnyitó, mert rengeteg régi konstruktőr van itt, meg rajongó, akik most itt egymásra találtak. Pedig ez egy igencsak unortodox informatika történeti kiállítás. Hát például, ami itt mögöttem látható, az egy gramofon, amit meg is szólaltattunk a megnyitó egyik pontján, és itt valamilyen 30-as évekbeli slágert üvöltött a tölcsérén keresztül a fülünkbe. Ez általában azért egy informatika történeti kiállításon ritkán fordul elő, de ennek a kiállításnak a mentsük, ami menthetőnek, a küldetése az, hogy az információ közlés történetét és az adattárolás történetét mutassa be, amiben éppen úgy benne van a gramofon és a bakelit lemez, hogy így fogalmazzak, mint mondjuk a különböző informatikai adattároló eszközök. Hogyha itt egy picit tovább megyek, akkor látni fogjuk, hogy a kiállításban, és itt Fehér János Zoltán legendás Ataris bloggert fogom mindjárt ellökni, aki éppen a YouTube csatornájára forgat, hogy a kiállításban például Berkeley is található, hiszen a Berkeley is egyfajta adatrögzítési elvet jelenít meg, ugye lyukszallagon tárolja a dallamot. Nagyon sok egyéb érdekes téma van itt, hát nagyon szeretjük a retro számítógépeket, úgyhogy ez a vitrin, ez egy külön kedvencem, ebben egy klafa tárgy található, a WAFA, azaz a WAFA Drive, ami a Sinclair Spectrumnak volt egy ilyen alternatív és nem túl jól sikerült adattároló rendszere. Hogyha itt még egy picit tovább megyek, akkor mögöttem két fiatalember éppen egy mikrofilm olvasóval folytat meglehetősen egyenlőtlen küzdelmet. Itt pedig a kiállítás elején az én kis védenceim láthatóak, írógépek, hiszen az írás történetével kezdődik a kiállítás. Most tökéletes, kaotikus összebiztoság van, tehát nem sorrendben mutattam be a kiállítás témaköreit, tehát valójában az ékírással és a kőtáblával kezdjük, és onnan jutunk el a terabájtos adattárolókig. Egyébként a kiállításhoz megjelentettünk egy könyvet is, vagy inkább füzetnek nevezném, amelyik a kiállítás tablósorát tartalmazza, ez a Jövő Múltja honlapról, tehát a Neumann Társaság Informatika Történeti kiállításának honlapjáról és a Retro Pages-ről is letölthető, és ebből kiderül, hogy a kiállítás az nem csak a múlttal, hanem a jövővel is foglalkozik, például a DNS alapú adattárolással. Most szeptember 10-e hétfő van, Budapesten vagyunk az Újpesti Ifjúsági Házban, egy hét múlva pedig Szegeden nyitunk kiállítást a Neumann Társaság 50 évéről, sőt, elárulok egy kulisszatitkot, hogy szeptember végén pedig Tourkevén is nyitunk egy kiállítást, tehát elég izgalmas, sűrű hónapunk van.